Itt vagyunk Tokaj központi részén, nem messze a Tisza-Bodrog torkolattól. Túránk során szeretnénk bemutatni a város lövező vizek világát. Utunk a közúti híd irányába indul, majd balra tartva haladunk tovább a Bodrog folyón. Tokaj földrajzilag és történelmileg kiemelt stratégiai hely, mivel itt folyik össze a Tisza a Bodroggal, és itt van az ország egyik legfontosabb tiszai átkerőhelye. A Tisza itt ütközik neki a hegynek, és ezért 90 fokos balkanyart vett, ami kiváló alkalmat adott arra, hogy hajdalán a vízen szállított árukat, amik főként az erdélyi fenyőfagerendák tutajba kötve, és az azon szállított sóhúvat, neki osztassák a partnak. Indulásunk helyén, tehát a mai parkoló és boncidai csárda helyén állt 1715-től. A császár és királyi sóhivatal tokaji kirakodó állomása és raktára, melyet sajnos a második világháború következtében lebombázott tokaji híd újjáépítése céljából elrontottak a 40-es évek második felében. De szerencsére a magasúri helyek óriási értékű adásvételi szerződések köttettek annól, még ma is áll. És hasonló funkciót lát el az épület együttes, hiszen a királyi hétszínű birtok központjaként ma is jelentős kereskedelmet bonyolít. Ez a tiszai kikötő nem csak a Habsburg császárság 1711-es uralmának kezdete óta, hanem sokkal hamarabb is bonyolította az erdélyi só és fa kereskedelmet, hiszen írásos adataink vannak rá, hogy már az 1520-as években Szapolyai János, majd Betlen Gábor és a Rákóczi család több tagja is kereskedik sóval és fával a Tokajban, amit bizonyosan ezen a helyen rakottak ki a folyóból, majd szállítottak tovább szekélyre az ország belseje felé. Ezt a helyet nagy becsben kell tartanunk, hiszen itt volt a történelmi Magyarország legnagyobb só és fa kereskedelmi vízi kirakadó helye és kereskedelmi bázis. Erzsébet királyné hídja, ami alatt áthajózunk, Tokaj talán legfontosabb helyszín.
Jó, van, én hallgatni akarok. Szlovákiában ered az Andor, Latolca, Laborc, Mung és Tapor folyók találkozásán. Latolca és az Moldova egyesülését nevezik Dodor. Felsőben ezt a községből a sátorlatnál közelében lévő Latolca. Teljes hossza 65 km, ebből a magyarországi szakaszán hossza 51,7 km. Magyarország elég vizéjén szívén. Szóljon már Kevinnek. Gyere már Kevin! Gyere már ide! Gyere! Nem féljön ott áll. Thank you.
Magyarországon, akkor javasoljuk a Tokaj Múzeum állandó kiállítását. Megtekintheti a Rákóczi út feltárásának legszebb leleteit. Hogyan állapítjuk meg, hogy egy folyónak hol a jobb és bal partja? Első lépésként megbizonyosodunk arról, merre folyik a folyó. Ez a folyás irány. Ha a folyás irányába fordulunk, jobb kezünk felül van a folyó jobb partja, bal kezünk felül.
nézve látható a 2018-ban átadott Tokaji vízitúraközpont. A Kodrogon virágzik a víziturizmus, mivel csendes, lassú folyású, gyorsan felmelegedő fővárosz. Ez többek között a tiszteleti vízi erőműközelségének gyorszasztó hatásának köszönhető. Kezdő vízitúrázóknak is ajánlom. A sok konyhára ékesített folyó romantikus érvonalat tényleg. Összefüggő vízfelületnek tűnik a Bodrog, amelyből itt-ott fák, lombjabokrok, ág, ráncok csak ki. Ilyenkor kenúval megközelítve az árterület különleges, csak erre a tájra jellemző madaraknak növényeket lehet megnézni. Nyáron megszelidül a folyó. Ilyenkor is kiváló lehetőséget teremt kajakkenúzásra, csónakázásra, horgászásra. A Tisza és a Bodrog által körülölelt terület a Bodrog szó. Területe árvíz idején is számos érdekességgel szolgál. Az előtt és által átalakuló tájképe, háttérben a szemplén vonulataival és a kopasz egyjel, világviszonylatban is egyedülálló jelenség. A Bodrogzug területének déli része mintegy 1000 hektár. Tavasszal ez a túrázók fő célpontja, hogy elleszhessenek az új. Az ősi természetes állapotokra hasonlít.
Történelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű ramsari egyezmény hatály alá tartozó terület, a Natura 2000 hálózata része is egyben. Ludrofokra jellemzőek a nedves rétek, mocsaras, lábos területek, melyek között megjelennek a fűznyár fajok alkotta puhafás ártéri, valamint kisebb foltokban a tölgy, szél, kör is ligeterdők. Mocsaras, lábos részeket magassások, nádasok uralják. A voltának vizében a legkülönbözőbb hínátás.